hajnali ég alatt elfütyülik rájukat. A madarak és fák napja alkalmából idén is sok alsó tagozatos diák készülhetett a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szavaló versenyére. A versmondók a véletlenre bízva egy kosárból húzták ki a sorszámokat, így a legnagyobb izgalmak mellett is végighallgathatták egymást a versenyző gyerekek. Mindig valamilyen kritérium alapján történik a versválasztás. Most Madárcsaládok címmel hirdettünk versenyt, és ez azt jelenti, hogy négyféle madárcsalád kell, hogy szerepeljen, vagy azok valamelyike kell, hogy szerepeljen a választott versben, vagy a gólyafélék, vagy a fecskefélék, vagy a cinkefélék, vagy pedig a bagolyfélék családjába tartozó madár. Mindig nagy az érdeklődés a versmondó versenyünk iránt. A korcsoport kategóriák úgy oszlanak meg, hogy külön az első-második osztályosokat és külön a harmadik-negyedik osztályosokat díjazzuk. Ez az első alkalom, hogy azonos arányban történt a nevezésszám, 19-19 fővel neveztek mindkét korcsoportban. Az eseményen tatai és térségi általános iskolák tanulóinak versmondását hallgatta végig a kéttagú zsűri. A kétség szavalását több szempont szerint értékelte a bíráló bizottság, a legfontosabb azonban a meggyőző előadásmód volt. Általában egy kialakult rendszer szerint zsűrizünk, a gyerekeknél nem veszük olyan vasszigorúan, mint a nagyobbaknál, de a szempontok alapjában véve ugyanazok. A helyes, tiszta beszéd, a jó kiejtés, jó magyaros hangsúlyozás, a helyes beszéddallam, a jó mondat hangsúlyok, a versválasztás, hogy mennyire illik ahhoz az illetőhöz, aki elmondja a verset, mennyire illik hozzá a vers, és a természetesen legfontosabb az előadás, hogy mennyire tudja megfogni a közönséget és a zsűri. Az arcán látom, hogyha olyan dologról beszél, ami öröm, hogy az neki is tetszik, és kifejezi az arca azt az örömet, és nem rémülten egy pontra meresztve a szemét próbálja végig felidézni a verssorokat. Tehát övé a vers, átéli, megéli. Ennyi.